Az év utánpótlás csapata lett az U18-as fiú vízilabda válogatott. A játékosok még meg sem születtek, amikor edzőjük Horkai György már a felnőtt válogatottat irányította. Most ő nevel a nagyoknak kicsiket, meglehető sikerrel, hiszen a csapat második helyen végzett az ausztráliai világbajnokságon. De nem csak erről beszélgetünk, hanem a közelgő Volvo kupáról is, Horkai Györggyel és Bedő Krisztiánnal. Azzal a Bedő Krisztiánnal, aki egyébként egy évvel idősebb, mint ez a világbajnoki ezüstérmes csapat, viszont már ott van a felnőtt válogatott keretben. Meglepődtél, amikor rögtön az év elején januárban egy meghívó érkezett a felnőtt csapathoz? Hát persze, hogy meglepődtem, nem számítottam erre, hogy ilyen hamar sikerülhet bekerülni a felnőtt válogatottba, de nagyon örülök neki. Horkai György is meglepődött? Hát én már tudtam, nem. Beszéltünk a Benedek TV-vel, de nagyon örülök neki, és tulajdonképpen négyen bekerültek a VB-re készülő utánpótlás válogatottra, illetve a három abból benne volt a Perthi második helyzet csapatba. Úgyhogy mindenféleképpen örülök, mert így legalább a fiúk látják, hogy azért a sok munkának azért valahol van eredménye. Ugye azt mondják, hogy a Kásásféle utánpótlás csapat után keletkezett egy kis űr, és nem jöttek úgy az eredmények, ahogy előtte megszokhatták ezt a magyar vízilabdában. Lehet-e ez egy fordulópont, egy áttörés, mert látjuk, hogy most már olyan játékosok bukkannak fel egyik pillanatról a másikra, akik felnőtt szinten is bevethetők? Hát azért ez még nagyon korai lenne mondani. Azért a Kásáséknál összejött egy olyan generáció, ami azért nagyon-nagyon ritka minden sportban. Én azt mondom, hogy ezeknek a fiúknak dolgozni kell. Itt most egy új lehetőség van, és előbb-utóbb a sok munkának talán lesz eredménye, és az sem biztos, de a kevés munkának meg biztos, hogy nem lesz eredménye. De a lehetőség ott van. Azt gondoltam, hogy azért így 15 év eltelt gyakorlatilag úgy, hogy nem jöttek úgy az utánpótlásban az eredmények, ahogy azt elvártuk volna a pólósoktól, vagy ahogy ők saját maguktól elvártak volna, hogy mondd nekem valami bíztatót, hogy na most már aztán ezek a fiúk, ezek nem, hogy megverik az ellenfelet, de ki is isszák a vizet a medencéből. Hát azt megcsinálják, tehát elhordják a hegyet, kiisszák, ha kell a medencéből a vizet, mindent megtesznek, tehát tényleg nagyon jó kis társaság. De hát azért az eredmények azért nem úgy jönnek, hogy csak úgy sorba egymás után. Tehát ez egy a sok hatodik, hetedik után ez egy kifutott jó eredmény, és megérdemelt eredmény, tehát én úgy gondolom, hogy a mutatott játék alapján abszolút jogos volt, és ez a nemzetközi vélemény is. Most egy nehezebb helyzet jön, mert a világbajnokság ebben az évben ugye a 93-asoknak lesz, és abban a külföldiek előrébb járnak. Tehát nyáron volt egy hatodik helyezésünk, ami tulajdonképpen egy reális helyezés volt. Tehát a mutatott játék alapján az egy reális helyezés volt. És hát most itt a feladat, itthon Szombathelyen, majd a nyáron, augusztusban sorra kerül a világbajnokságon, ugye hát jól kéne szerepelni, legalább a négybe be kéne jutni. Krisztián, te 93-os vagy, úgyhogy érintett vagy ebben a világeseményben, amit Horkai György említett, de igazából az, ami engem érdekel, hogy téged hogyan érint az, hogy most már ugye a junior válogatott is ott van az első osztályban, és mellette te a BVSC csapatában is szerepelsz. Nem túl nagy-e a teher? Érzed, hogy nősz alatta? Hát igen, érzem. Én örülök neki, mert rutinszerzésre tökéletes. Szóval minél több OB1-es meccset tudok játszani, annál jobb, annál rutinosabb tudok lenni, úgyhogy nem érzem még is a terhet, mert hozzá vagyunk szokva az edzésekhez. Szakmai szempontból érzékelhető-e már az előrelépés annak köszönhetően, hogy egységesen szerepel az első osztályban a junior válogatott? Én azt látom, hogy igen, tehát mindenféleképpen fölvesszük a harcot, persze nem a legjobb csapatokkal, de a mezőnek a második felével pariba tudunk játszani, ami benne van az is, hogy kikapunk, az is benne van, nyerünk. De én például elégedett voltam a hétvégén a Egerben nyújtott játékkal, főleg a hétfő játékkal, ugyan kikaptunk, de egy nagyon jó kis mérkőzést játszottunk, és nem adtuk föl a mérkőzést. Ugyanakkor néha már tényleg én is sajnálom ezeket a fiúkat, mert nem a stílusom, de olyan terhelést kapnak, ami azért nagyon-nagyon kevés. Igen, azt mondják egyébként, hogy a vízilabda edzőkre nem kifejezetten jellemző, hogy sajnálnának valakit, főleg a saját játékosukat, esetleg saját magukat az izgalmak esetén, hogy baj legyen. Azon kívül, hát én eléggé
kemény vagy dolgos edzőnek számítok itt a szakmában. Krisztián, téged például sűrűn sajnálnak az edző? Nem, egyáltalán nem. De tényleg nagyon kemény. Szóval a csapat nagy részének van ifi bajnokság, játszanak OB1-be, ugye OB1-be, most már hála Istennek azért ebből a csapatból körülbelül 8-10 játékos érdekelt a klubokban is az NB1-be. Tehát nagyon kemény. Éppen valamelyik utánpótlás edző mondta nekem, hogy a elkövetkezendő 3 hónapban ugye van 35 mérkőzésük, plusz ha hozzáveszünk az OB1-et, ez durván 50 mérkőzés, tehát az nagyon kemény. Ez nagyon komoly terhelés, de hát én úgy gondolom, hogy ez, ennek meg lesz az eredménye. Van nekem személyes jellegű kérdésem is, és ezt, hogyha nem zavar téged, Krisztián, akkor Horkai Györgynek azért fel is tenném. Mégpedig az, hogy milyen az, hogy valaki szövetségi kapitányként foglalkozik egy játékossal, mint például Benedek Tiborral, és akkor utána eltelik egy idő, és ő szállítja az utánpótlás válogatottból a volt játékosának az újabb pólósokat. Érdekes lehet, de mondjuk én a Tiborral nagyon jó kapcsolatban vagyok, tehát mint játékos is nagyon szeretem. De azt hiszem, hogy minden edző, a Tibi az a típus. De most már nem lehet neki odaszólni, hogy úgy száll még 2 host. Hát azt nem, de ő tényleg az a típus volt, aki minden edzőnek az álma, mert tényleg mindig 1000%-on teljesített. És biztos vagyok benne, hogy edzőként is ilyen lesz. Tehát, lehetett rajta már korábban is akkor is látni, mondjuk 93 és 96 között, amikor ön a szövetségi kapitány volt, hogy megvannak benne a szellemi képességek ahhoz, hogy esetleg később majd vezető vagy edző legyen? Az, hogy szóval lehetett látni, hogy megvannak benne a vezetői képességek, de igazából akkor még nem volt erről szó, hát akkor még ő fiatalnak számított. De mi egyeztettünk itt elég sok mindent, és próbálunk összedolgozni, ahogy azt kell is. És én nagyon büszke leszek akkor, hogyha tényleg egy pár játékos innen be fog tudni kerülni a felnőtt válogatottba. És biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb lesznek eredmények. Ha nem is olyan, mint a korábbi, hogy gyakorlatilag a világ legjobb csapata lesz, de hasonlóan, mint a többi csapat, tehát az olasztól, a Montenegro, tehát egy-egy eredmény kifuthat, és ha ott vagyunk azért a legjobbak között, ott már bármi lehet, de az már nagyon nagy eredmény lesz. Krisztián, te hogyan készülsz arra, hogy majd egyszer Horkai György a te szövetségi kapitánykodásod alatt neked szállítsa a játékosokat a utánpótlásba? Gondolom, hogy korai, ezt viccesen kérdeztem. Nevettél is, úgyhogy köszönöm szépen, bár nem sikerült olyan nagyon jól a poén, de lesz most egy Volvo kupa, és azt hiszem, hogy ez számodra valóban nagyon érdekes, mert most már a felnőtt válogatottal ott voltál Oroszországban, és ez egy komoly megtiszteltetés, most viszont a junior válogatottban kell majd bizonyítanod a felnőttek ellen. Mekkora plusz motivációt jelent ez, hogy hát most aztán még megmutathatom azt, hogy valóban ott lenne a másik csapatban a helyem? Hát így van, szeretném is megmutatni a saját csapatomnak, úgymond, hogy ott van a helyem köztük. Hát remélem, hogy a juniorral is szimulás meccseket tudunk majd játszani, és jól megy majd a játék. Ugye a többi ellenfél a nagy válogatotton kívül Kanada és Románia. A románok eléggé erős csapattal érkeznek, egy nagyon stabil garnitúra szerepel náluk most már évek óta. De hogy érzed, hogy például Kanada ellen lehet-e esélye a junior válogatottnak, mert mondjuk az észak-amerikaiak azok mondjuk úgy, hogy gyengébbek, viszont mégiscsak felnőttek, és ezért nyilván erősek. Igen, hát játékban biztos, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt, maximum ebbe lehet egy kis előnyük, hogy fizikailag erősebbek, de szerintem a mi pörgős játékunkkal akár egy jó mérkőzést is játszhatunk velük. Ez a junior válogatott erőssége, ez a pörgős játék? Nagy tempóban képes vízilabdázni? Hát igen, mondjuk a hasonló korosztályban, illetve a felnőtt korosztályban, hogyha azért idősebb vagy lassúbb játékosok vannak, akkor kijöhet a differencia, de azért ne felejtsük, hogy a Kanada most megverte az amerikai csapatot, tehát bekerült a világbajnokságba, és most már nagyon érdekes, nagyon sok csapat eljut egy viszonylag magas szintre. Tehát ami megtanulható a vízilabdában, azt megtanulják. Jól játszanak, fizikailag nagyon erősek, és itt a fizikum rettenetes sokat számít, tehát azért itt 100-110 kiló, meg 120 kiló izmokkal kell fölvenni a versenyt, ezek, és azért ilyen téren azért ezek a fiúk még azért gyerekek is még fejlődésben vannak, de mindenféleképpen nekünk egy nagy megtiszteltetés, hogy felnőtt csapatokkal játszhatunk, azért valahol ezt mutatja, hogy... Ezt nem szeretem hallani, ezt a nagy megtiszteltetést, és tudom, hogy el kell mondani,
meg tényleg hát a szövetségi kapitány jobb, hogyha ezt mondja, mint hogyha azt, hogy várhatóan mindenki megver minket, de hogy valami célt, ha kitűzne erre a Volvo kupára, hogy mégis mondjuk a kanadaiakat hány góllal verjük meg. Azért az nagyon korai lenne ilyeneket mondani. Nem, egyébként valóban igaz, ezeknek a fiúknak, és komolyan mondom, hogy megtiszteltetés, hát azért itt játszanak felnőtt válogatottak ellen, felnőtt válogatott csapatok ellen, hát soha nem játszottak még. Tehát ez egy nagy dolog lesz, és nekünk is egy, valahol egy mérce, hogy tulajdonképpen föl tudjuk-e venni a versenyt a román vagy a kanadai csapattal. Szóval ez mindenféleképpen egy érdekes dolog lesz, és én is ugyanúgy várom, mint a vízilabda szerető közönség, hogy mi jön ki ebből a mérkőzésből. Az elvárások azért mégiscsak nagyok, mert hogy ahhoz szokott a magyar vízilabda társadalom, és főleg a közönség, amelyik szereti ezt a játékot, hogy mondjuk ilyen 19-20 éves fiúk már egész nagy eredményeket érhetnek el a felnőttek között is. Ugye, hogyha az előző nagy említett kásásféle generációt vesszük, akkor ebben a korban már többen Európa-bajnokok voltak. Igen, ez valóban így van, az az igazság, itt ez most elcsúszott egy kicsit. Ugye volt egy olyan válogatott az elmúlt 15 évben, ahol rettenetes nehéz volt bekerülni. Tehát ott azért, mert valaki fiatal, tehetséges, az nem tudott bekerülni, ahhoz nagyon-nagyon nagy játékot kellett volna nyújtani, hogy kiszorítson világklasszi szuperolimpiai bajnok, többszörös olimpiai bajnok játékosokat. Tehát valóban ez itt elcsúszott a mezőny, de hát ez van, most itt a lehetőség, most akkor duplán kell élni vele. Számodra nem túl nagy a nyomás így, hogy most egyik pillanatról a másikra ennyire rád figyel mindenki, és reflektorfénybe kerültél? De hát természetesen más. Most egy kicsit furcsa minden. Jönnek az interjúk, ugye már látom magam az újságban, ez új. Hát megpróbálok helytállni. Most mondhatnám, hogy nem kell lapozgatni az újságot, de inkább azt mondom, hogy köszönöm szépen, hogy ideültél hozzánk a reflektorfénybe, és Horkai Györgynek is köszönöm, hogy itt volt, sok sikert kívánok a junior válogatottnak, és természetesen neked, Krisztián, a felnőtt válogatottnál is köszönöm szépen. Köszönjük.